Nos, hát azt hiszem, hogy szép élmény lehetett azoknak, akik látták ezt, a sport és a művészet összekapcsolódása, népszerűsítése remek hangulatban és hát külföldi iskola partnerekkel együtt. A most következő perceket úgy szoktam az adásban fölvezetni, hogy következik Akikre büszkék vagyunk című sorozatunk, hiszen olyan szép sikereket érnek el, amire az egész főiskola társadalma, és hát mi itt egriek is büszkék lehetünk. Köszöntöm a stúdióba Lipkovics Péter urat, másodéves hallgatónkat, aki nem kisebb dolgot tett, mint hogy egy nyílt pályázaton bekerült egy római kiállításra, és hát voltak még ott apróbb dolgok, amik ehhez társultak. Péter, mindenek előtt gratulálunk ehhez a szép sikerhez, és hát mindenek előtt egy kicsit helyezzen minket képbe, hogy miről is van szó, hogyan került erre a római kiállításra, hogy jutott oda? Hát először is első éves vagyok, illetve már másodéve vagyok itt, csak plasztikai ábrázolás szakon újra elkezdtem az iskolát, tehát most már első évesként. Ez előfordult a művészszakosoknál, hogy hogyan működnek? Hát úgy indult az egész, hogy Borgó tanár úr nyitott meg nekem Miskolcon egy ilyen kisebb kiállításomat, és aztán így, mivel tetszettek a szobraim, így elkezdett nekem küldözgetni mindenféle pályázatokat, és ugye azt hiszem, hogy ez a pályázat, például ez a Római Magyar Akadémia által kiírt nyílt pályázat, ez nem került be a főiskolai pályázati kiírások közé, mert általában az elég sok minden forog. Persze itt közöttünk, de ez így nem került be. Úgyhogy így tulajdonképpen még a téli szünetben jutottam ehhez hozzá. És akkor valahogy megfogott az, hogy egyrészt az, hogy tanár úr írta, hogy próbálkozzam, ez nagyon érdemes ezzel foglalkozni, meg ott felvetettek 15 darab olimpiával kapcsolatos témát, tehát magyar olimpikonok, ahogy ilyen kis finom kis történeteket róluk. És hogy ennek kapcsán beindul-e a fantáziánk, és akkor valamit csináljunk. Illet küzdelem a címe az alkotásnak? Küzdelem, hát megküzdött vele? Megküzdöttem vele, tehát maga az alkotás is olyan, hogy vasból készítettem, és múlt évben indultam az OTDK-n, és ott egy harmadik díjat sikerült elhoznom a országos fordulón, és ott kezdtem el ezzel a vassal ilyen formán foglalkozni, de tulajdonképpen ez annak a tovább gondolása, csak jócskán tovább gondolása, tehát jóval. Nem ez volt a mindennapi területe, nem fémszobrászattal? Hát sok mindennel foglalkozom, de a fém az a szívem egyik csücske, úgyhogy... Illik ilyenkor megkérdezni, hogy ki volt az, aki elindította e felé? Nem volt külön. Nem volt külön. Tanár. Hát így magamtól kezdtem el hegezgetni. Borgócsi szobrászként ismerjük elsősorban. Nem, hát azért azt gondolom látszik rajtam, hogy nem vagyok 20 éves, tehát van egy jó hát olyan 15 évnyi előzmény, ennek az amatőr előzménye a főiskolának, és úgy magamtól csinálgattam ezeket, tehát magamtól festegettem, meg heggezgettem, meg faragtam, meg bőrrel foglalkoztam, csak mindent csináltam. És akkor megküzdött az anyaggal, hogyan tovább? Beküldte képanyagba, gondolom? Igen, ez úgy működött, hogy lefotóztam, beküldtem, és aztán egyszer csak jött az eredmény, hogy bezsűriztek. Na akkor nagyon elcsodálkoztam. Onnantól kezdve elkezdett izgulni? Nem. Vagy addig? Nem. Egy kicsit izgultam addig, mert hátha, de persze inkább ezek csak ilyen vágyak, meg remények, meg nem tudom. Aztán amikor bekerültem, akkor éreztem, hogy ez egy hatalmas lehetőség, hogy Rómában fognak kiállítani, hát azért ez fantasztikus. Aztán éppen dolgoztam, mert bútorokat szoktam készíteni, tehát így van már egy gyakorlati tapasztalatom, hogy hogyan kell az anyaggal foglalkozni. És akkor jött a telefon, hogy sürgősen döntsem el, hogy repülőjegyet szerezzek, menjek Rómába, mert hogy díjazott lettem. Akkor még csak annyi, hogy díjazott, még hogy milyen, azt még nem tudtam. Azt tudtam, hogy rögtön mondták, hogy harmadik díjat kaptam, és hogy igazából, és ez egy nagy tanulság, tehát ha bármilyen művész hallgató hallgatja, vagy látja ezt az adást, akkor ezt neki tanulságul mondom, hogy tudni kell írni és beszélni arról, amit csinálok. Mert itt ezen múlott az egész, tehát
50 művész adott be a pályázatra, 24-en jutottak be, 80 műből 31-32 művet mutattak be aztán ott Rómában. Milyen körből jöttek az alkotások? Kik voltak az alkotók? Hát erre nagyon kíváncsi voltam, aztán persze ki is derült, hogy hát az első helyezett Nyilas Márta Pécsen tanít festészetet, és nem, ezt nem teljesen biztos, de mintha ő lenne az igazgatója ennek a tanszéknek, művészeti tanszéknek. Aztán a második helyzető pedig Szombathelyen tanít a Nyugat-Magyarországi Egyetemen grafikát. Tehát profik. És erős István tanár úrral együtt vették át most a Munkácsi díjat márciusban. Tehát olyan társaságba hát kerültem. Igen. Mit tapasztalt odakint, mert hiszen csak megszerezte a repülőjegyet, kiment, milyen volt a szembesülés a kiállítás anyaggal, a versenytársakkal? Hát a versenytársakkal a szembesülés az nagyon jól sikerült, mert rögtön összebarátkoztunk. Hát tulajdonképpen Erős István neve összefűzte a három embert. Aztán, azért, mert hogy Nyilas Márta pedig vagy középiskolában járt együtt Erős tanárról. Tehát így már volt kapcsolatunk. Hát szakmailag elég jól összebarátkoztunk, ráadásul az, hogy a díjazással együtt, a díjunk az, hogy önálló kiállításunk lehet jövőre Rómában, és hogy együtt fogunk kiállítani. Tehát a Római Magyar Akadémiának van egy nagy kiállítóterme, ami három szobából áll, és akkor tulajdonképpen az első, második, harmadik, mindenki egy-egy szobát kap. Tehát így nyilván majd valamennyire együtt kell működnünk, hogy együtt szóljon az egész. Hogyan készül le? A kiállításra? Igen. Hát három napot töltöttem Rómában. Hát az alatt tulajdonképpen hólyagosra jártam a lábamat, és főleg az ókori részt néztem meg, és egyszer lenyűgözött. Tehát tele vagyok képanyaggal, tehát fotóanyaggal is, meg a fejemben is rengeteg kép van, és tulajdonképpen elég sok mindent helyre tett bennem. Tehát így én még nem találkoztam élőben a régiekkel. Ezzel a monumentális és nagyon sokféle anyagnak a találkozásával, egyébként is izgat az anyagoknak a találkozása, foglalkoztam is vele sokat, de itt ennyire mélyen megérintett az, hogy az anyagok találkoznak és az idő. Az idő találkozik azzal, ahogyan az ember megfaragja például az oszlopfőket, és aztán pedig az idő tovább rágja, és az egészből valami egészen fantasztikus dolgok jönnek, és ezeket akarom most feldolgozni majd. Végig szaladt már úgy a gondolatában az, hogy mit jelentett ez a római út és ez a díj a következő évekre, ha tekintünk? Hát azt mondta egy-két tanárom, hogy tulajdonképpen pályára vagyok téve ezzel, mert mégis nagyon nehéz a Rubikonon átlépni, de ha már átlépett az ember, akkor már van esélye egyáltalán, hogy elinduljon. Hát ez a rész, hát fel is tölt energiával, ugyanakkor persze nyugtalanná is tesz, mert hát meg kell felelni akkor ennek. Az biztos, hogy most szinte minden gondolatom e körül forog, hogy hogyan tudnék egy olyan anyaggal előállni, ami hát tulajdonképpen a szakma irányából meg is, tehát valahogy egy jelzést ad, hogy én mit akarok meg ebben az egész szakmában csinálni. Egy picit ez nyomasztó inkább, vagy inkább visszaigazolás, hogy igen, elindultam egy úton, jó úton indultam? Hát a visszaigazolás csak inkább az önbizalom szempontjából. Tehát, hogy mindig gondjai vannak az embernek, tehetséges vagyok, nem vagyok jó, amit csinálok, nem csinálom jól. Ebben mindenképpen. Inkább azt érzem, hogy tehát van egy nagyon erős tettvágy bennem, hogy minél jobban megoldani ezt a feladat. Tehát ezt feladatnak érzem, jó értelemben vett feladatnak. Locsolja, táplálja, hogy ne lankadjon ez a dolog soha.
az elkövetkező években. Gratulálunk a sikerhez, és hasonló sikereket, és nagyon szép kiállítást majd a római lehetőségben. És egy kicsit maradjunk ennél, hiszen pályázatnak köszönheti, hogy ezt a szép sikert elérte. A most következő bejátszásunk is pályázatokról szól. A Visegrádi Alapítvány tájékoztatott nemrégiben itt Egerben. Milyen lehetőségek vannak ösztöndíjra, kiállításra, művészeti alkotásra, tanulásra, pedagógus, diák cserére a visegrádi négyek országaiban, közös variációban. Hallgassuk és nézzük figyelemmel ezt.